Köszöntelek benneteket szeretettel ezen a szombaton. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy veletem, veletek tölthetem, és ezt még Attilának nem, nem mondhattam el személyes, a lányának elmondtam, hogy nagyon örülök, hogy vállaltad, hogy itt szolgálsz. Mikor ezt megtudtam, nagyon nagy öröm töltötte a szívemet. Tudnod kell, hogy mikor még a teológián tanultam, az egyik, nem jó ez a szó, hogy kedvenc igen hirdető, de ő volt az egyik olyan ember, aki által Isten engem nagyon sokszor megszólított a konferenciákon. Először Pécsen, az első konferencia, amit Magyarországon részt vettem, az Pécsen volt még a 91-92-ben. És, és, úgy örülök neki. És köszönöm az igét, amit hasztál, Egyszerre félelmetes számomra az, amit Attila itt elmondott, és egyszerre fölszabadító, Fölszabadító azért, mert kimondta azt, és ez engem fölszabadít, hogy nincs itt rám szükség, hanem Jézusra van szükség. És a jó ezt hallani, és tudni, hogy azért vagyunk itt, hogy vele találkozunk. Ugyanakkor azért félelmetes, mert az ő nevében szólni, az ő nevében fölállni és beszélni, az egy nagyon-nagyon nagy felelősség. És emiatt van bennem Félem. Nem szeretném őt eltakarni, nem szeretnék útjáma lenni annak, amit ő el akar végezni ma közöttünk. Két rövid ígét fogok felolvasni, és aztán utána valamit megosztani veletek. Nagyon saláta lesz, amit megosztok. Azt kérném a a csoportvezetőktől, hogy ha kell jegyzeteljetek, írjátok le a kérdések, amik felmerülnek bennetek. Menet közben nem készítettem kérdéseket nektek, pedig kértétek, úgyhogy kérlek, hogy ti ma a szolgálat közben, ha felmerülnek bennetek kérdések, azokat írjátok le. A Márk Evangélium első részéből olvasom Isten igéjét. A Márk Evangélium első részéből a 14. 15. verseket és azután a Kolosséi levélből, a Kolosséi levél első részéből 12-től 14-ig. Tehát Márk 1, 14-15, így szól. Miután János tömlözbe vetették, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Ezt mondta, betelt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Aztán a Koloszi Levél első rész, 12-től 14-ig. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretet fiának országába. Benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata. Drága Úr Jézus, köszönöm azt, amit eddig mondtál, és szeretnék felsorakozni az előző íge mellé, és úgy szeretném, ha folytatnád azt, amit elkezdtél itt az áhítaton bennünk, bennem is. Amen. Az Isten megismerésének több dimenziója van. Pálapost, amikor Aténba járt, akkor beszélt arról, hogy nekünk nem kitalálni kell az Istent, nem fölfedezni kell az Istent, nem megteremteni kell az Istent, hanem megtalálni és megismerni. Azt mondja Pál az Aténiaknak, hogy ő teremtett minket, nem mi teremtettük őt, és azért tett minket erre a földre, határozta meg a lakunk hely határait is, hogy keressük őt, hát ha Mit mond? Ki tapinthatnánk, nem? Kik azok, akik szoktak tapogatnia? A vakok, nem? És az Isten megismerésének több dimenziójáról beszél a Biblia. Én négyet említek meg nektek. Az első azt mondja Pál a római Levébe, hogy Isten megismerhető az alkotásának értelmes vizsgálata révén, nem? Ezért van az, hogy egyetemeken sokkal több a, a hívember, vagy a természettudósok közül, mert ők mindig a meglévőt kutatják nem az emberi van a középpontban, van, hanem Isten alkotása. És azt mondja Pál, hogy ha meg akarod ismerni Isten, nézd meg, hogy mit csinált. Ha meg akarod ismerni munkácsit, a festményét nézd meg, nem? Ha Beethoven-t, hallgassd a zenét. Ha michelangelo akkor nézd meg a szobrait. Tehát azt néz, amit alkotott. Én azért szeretem nagyon a természetet, sokszor kérdeztem magam, nagyon szeretek olyan helyre kreálni, ahol nincs ember. Tehát ahol nincs emberi alkotás, csak Pusztán a természet, mert megfigyeltem, hogy valahogy nagyon mozog a lelkem arra, amit Isten teremtett. Az ő megismerésnek a másik dimenzió az, hogy van a kezdetekben Biblia, vagy a, a fontokon Biblia, digitális Biblia. Az ő szaváltal megismerhető Isten. Ez a másik koordinátája, mondhatnám, az ő megismerésének. A harmadik koordinátája, és ez a legfontosabb a mai tanulmányunk szempontjából, hogy Jézus Krisztus által, Isten fia által ismerhető meg Isten. És van még egy koordinátum, amit mindig is szaggatott vonala szoktam magamnak lerajzolni. A Biblia azt mondja, hogy egy egyház, a gyülekezet az Krisztusnak a teste. Hogy valamilyen módon ott is lehet vele találkozni. De el kell azt mondjam nektek, az egy picikét mindig torzít, mert egy egyház az nem tökéletes. Tehát mindig valahol valamilyen görbetükör tart az egyházi Jézusról, valamit tart, valamit megismernek bele az emberek. Mikor eljönnek hozzánk is az Isten tiszteletre, legutóbb egy ilyen kis fiatal újságíron nőt küldött hozzám, valaki elég tapasztalatlan volt, és úgy beszélgettem vele, aztán eljött a gyülekezetbe, eljött az ifjúságira, és azt mondja, érzem, az Isten szeretetét, amikor bemegyek közétek. Tapasztalom, érzem. A gyülekezet is lehet Isten megismerésének egy dimenziója, de onnantól kezdve, hogy olyan tagok vannak benne, mint te meg én, vagy én meg te, onnantól kezdve ez egy picit görbe, mert nem vagyunk tökéletesek, nem? És hadd mondjam nektek, hogy ez a négy területét látom én, ahogy az Isten kinyújtja a karét az emberek felé. És meg lehet őt ismerni. De most szeretnék visszatérni ahhoz, hogy Isten megismerhető Jézus Krisztus által. És a mai tanítás szempontjából nagyon egyszerű három kérdést teszek fel. Ki az, aki hív téged? Mert az a témánk, hogy ki hívottak, ki küldése. A második, honnan hív téged ez a valaki, és hova hív téged? Nagyon fontos tisztázni ezt a három fogalmat, mert ha ezt a három fogalmat tisztázunk, akkor tudjuk azt, hogy hol vagyunk, hol kéne legyünk. Tehát tehát úgy felrajzolni ezeket a koordinátákat. Ki az, aki bennünket hív? Megfigyeltem azt, amikor az emberekkel beszélgetek Istenről, akkor érdekes dolgok zajlónak bennük. Addig, ameddig Istenről beszélek, addig minden nagyon jó. Mert mindenki arra gondol, amire akar. Amikor én gyerek voltam, akkor volt egy ateista igodológia, és nagyon egyszerű volt bizonyságot tenni az embereknek, mert egy kérdés volt, van Isten vagy nincs? És a, a van, az mindig a Biblia Istenét ellentette, mert a kommunizmus megelőzte egy keresztény kultúra vagy társadalom. De ma, ha beszélsz Istenről, akkor mindenki arra gondol, mire akar, nem? És már nem az a kérdés, hogy van vagy nincs, hanem az a kérdés, hogy melyik az igazi. Tehát amíg Istenről beszélgetek az emberekkel, mindenfélére gondolnak. Kozmikus energiára, szellemi intelligenciára, felső erőre, csakrára, nirvánára, mit tudom én, reinkarnációra, buddhára, alakra, sok mindenre lehet gondolni, nem? Amíg csak Istenről beszélsz. Azt is megfigyeltem, amikor elkezdek Jézusról beszélni az emberekkel, na ott el akar a dolog. Megosztja az embereket. Megfigyelted? Ha Jézusról beszélsz, megosztja. Ugyanakkor azt is megfigyeltem, hogy mikor nagyon zavaros emberek érkeznek hozzám beszélgetésre, lelki gondozásra, néha annyira rám telepszik egy ilyen köd. Nem tudom, átéltek ilyet. Legutóbb egy kőkemi nagykontrollos fiatal embere beszélgettem, aki éppen súlyos beteg, szklerózis multiplexe van, és, és ilyen szellemi mindenevő. Egy nagyon aranyos ember, és éreztem azt, hogy nem érti, amit mondok. Nem érti, kuka, nem, nem veszély. Tehát nem tudok vele kommunikálni. Mi van? És beszéltünk ki és vertük a habot, de nem történt semmi, hogy mondjam. szó. Szóval... <laughs> és azt vettem észre, hogy ahogy elkezdtem Jézusról beszélni, kitisztult az én agyam is. Komolyan mondom. Tehát egyszerűen, mint az a köd lejött volna a fejemről, és azt vettem észre, hogy az ő agya is elkezdett tisztulni, és most már harmadik találkozunk volt tegnap, és azt veszem észre, hogy kezd valamit megérteni. Hát én voltam a nagy buta, mert mondtam neki, hogy mit csinálsz az agykontrollon? Olyan módon eladta magát, úgy beléltette, azt hittem, hogy előttem fog transzba esni becsukom a szemem, visszaszámolok, egy, 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 kettő, 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 három, három, és akkor eladta. Lemegyek a liften, nem tudom milyen szintre, ott lesz egy folyósul, lesz egy ajtó, ki lesz írva a neve. Mondom, állj meg, állj meg! Hagyd abba, hagyd abba. Azt éreztem, hogy el, itt hagyom, itt előttem fog valamit csinálni. Produkálj magát az ördög. Hát erre nekem nincs szüksége. Hát nem azért jöttünk, hogy az ördög sömúsot tartson nekem, és akkor elmondja nekem, mondom, mi történt abba a szobáma? Van két tanácsodom. Ki? Nem tudom. Én, és akkor mondott két nevet, csak úgy elneveztem őket. És mit csinált abba a szobám? És akkor elmondja nekem, hogy tudod, azt mondtam, hogy lesz egy csodálatos feleségem, lesz egy csodálatos feleségem. Lesz egy csodálatos gyerekem, lesz egy csodálatos, és mind lett. És tehát, hogy mi történt? Súlyos beteg lett, a felesége nem állt ki mellette, anyósapos elzavarták, eldobták, és össze van törve. És akkor elkezdtem neki beszélni a valóságról, Jézusról, nem az illúziókról. Mondom, te felépítettél magadnak egy légvárat. És rossz az alap, amire építetted az életet. Visszatérve, Jézus, az Isten fia hív téged. Miért annyira megosztó személy? Mert ha kimondom Jézus Krisztus nevét, az ő személyét, akkor mi történik? Nem lehet maszatolni, nem lehet mázolni, ott egy valós személlyel kell találkozni. És itt az ateisták is megadják magukat. Emlékszem, volt apukámnak egy könyve, az ember fia. Olvastam orosz írótól, fiam, ne olvasd azt a könyvet, mondom, de miért nem? Hát kiderült, hogy ez egy orosz kommunista írta, aki tudta azt, hogy Jézus egy történelmi személy, ezt már nem lehet letagadni. Tehát az van. Tehát az, hogy ember volt, az biztos. Na de akkor legalább kasztráljuk ki Jézus személyét, és fosszuk meg őt mitől? Az Istenségétől. És hadd mondjam nektek, a kereszténység is elkövetett ezt a nagy bűnt, úgy hívták, hogy demitologizálni a Bibliát. Kivenni mindaz belőle, ami természet feletti. Megfosztani Jézust attól, aki. C.S. Lewis mondta bizonyára, olvastátok a könyveit, neki jó barátja volt Tolkien. És C.S. Lewis egy ateista volt kül, többi 40 éven állt, anglikán gyereknek született, de hátot folytott Istennek. És ő nagyon tisztelte Jézus, mint embert. És Tolkien mondta azt neki, hogy figyelj, ez nem én egyszerű, hogy Jézus csak egy ember. Olvasd vég a négy evangéliumot, és tedd fel azt a kérdés, hogy kicsoda. És nem lehet mázolni és maszatolni, és azt mondani, hogy csak egy ember. Mert, mert, mert több. És olyan szépen írja le a megtérését, azt mondja, hogy az ő megtérés olyan volt, mint amikor a dolgozó tégzófűt hazacipeli az apukája. Nem volt nagy eufória, mert 45 évesen rádöbben arra, hogy hazugságba hittem eddig, az nem egy örömteli dolog. Az egy fájdalmas dolog. Kicsoda Jézus? Az Isten fia? A testélet Isten? Isten képmása? A legmélyebben, a legtökéletesebben ő benne és ő által lehet megismerni. Isten, ma este erről fog szólni, mikor lesz az evangelizáció, hogy hogyan mutatja be nekünk Jézus Istent. Hogyan jelentek ki nekünk őt. Ha őt Isten meg akar ismerni, ő kikerülhetetlen. Vele kell találkoznod. És ő az, aki hív. És akkor most visszatérünk ide a Márk evangéliumához. Elkezd is a szolgálatát. Eljön erre el a földre, megüresedve, istálóba születik, aztán felnő, azt a 30 évben bemerítkezik, és elkezdje szolgálat. Hát egy nagyon furcsa mondattal. Azt olvastam, ezt mondta, betelt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumba. Ez egy nagyon fontos így a mai témák szempontjából. Mi nagyon sokszor összeértévesztjük ezt a kívást, hogy Jézus kív a világból, és bejöv a gyülekezetbe, sokkal radikálisabb hívása van Jézusnak. Nagyon egyszerű és könnyű lenne, ha csak a világból kéne bejönni hova? A gyülekezetbe. Mindjárt meg fogjátok látni, hogy ez sokkal keményebb és mélyebb igazságtartalom. Jézus eljön, és azt mondja, hogy betelt az idő, elközlétett mi az Istennek az országa, a királysága. Térjetek meg, és higgyetek az, evangéliumba. Hova térjenek meg, és milyen evangéliumba higgyenek? Még meg se halt a nem? Tehát itt nem a Timótós társaságnak a zöld füzete van a négy ponttal. Tehát még az evangélium meg se történt. a kezdjük a Márk evangélium, hogy ez Jézus Krisztus Isten fia evangéliumnak a kezdete. És akkor nincs betéve oda a négy pont, a zöld füzet, hanem tudod mi van? Egy ember, egy Isten embernek a története van leírva úgy szoktam mondani, hogy történik az evangélium a márkában, hogy egy pörgős, egy, egy, nagyon rövid, tömör evangélium, ami a rómaiaknak íródott, nem szerettek sokat olvasni, a római katonák, én gyakorlati emberek voltak, és rövid. És az evangélium végén egy pogány ember mondja ki, hogy ez az ember ki? Isten fia. Nem Péter mondja ki a Márk evangéliumában, Simon, hanem a római százös mondja ki. Akkor, amikor mindenki elveszte a hitét, ő akkor jut hitre. Úgyhogy végignézi Jézus szenvedését. Nagyon érdekes látni. Milyen evangéliumot hirdetett Jézus? A megtérés evangéliumát. A bűnből az Istenhez. A sátán birodalmából az Isten országába. És ma arról szeretnénk nektek szólni, hogy Isten nem a világból hív téged, hanem sokkal keményebb helyről hív téged ki. Amikor Jézus eljött erre a földre, azt mondja, hogy elérkezett mi? Az Isten országa. Kétszer beszélt Jézus a gyülekezet összes az egyházról. Egyszer, amikor azt mondta, hogy a gyülekezet tisztasága fontos. Emlékeztek, ha védkezik az atyár fia, is meg négy szemköz, hat szemköz, utána vidd az egyház ecléziába, gyülekezetbe. És a másik, amit Simonnak mond, felépítem mit? Az egyházamat. És akkor, amikor olvastam az ígét, akkor rájöttem arra, hogy vagy nagyon nagy szereptévesztésben vagyok. Két ígét állítok most szemben nektek az egyik felépítem az egyház, csak a se fognak rajta, de adalmaskodni. Ki épít a gyülekezetet? Ki? A lelki pásztor? Az egyházelnök? A pápa? Jézus Krisztus. A tanítványok pedig mit mond? Máti 28-ban. Menjetek el, tegyetek tanítványa -e, minden népet. És akkor megértettem a szereposztást. Az én dolgom, hogy az embereket tanítványát tegyem, a Jézus dolga, hogy a tanítványokba fölépítse az egyházát. Mi megfordítottuk a szerepet, és azt mondjuk Istennek, hogy Uram, tette tanítvány az embereket, mert sokkal jobb, hogyha teszed azzá, mi majd építjük a mi kicsi egyházunkat. Aztán olyan is lesz. Mert hogyha nem válnak az emberek tanítványá, és mi megpróbálunk abból egyházat építeni, az olyan, mint hogy én a hullaházba szeretnék közösséget teremteni. És bemennék, és azt mondom, sorakozó, ebéd lesz, álljatok fel, gyakoroljunk közösséget, imádkozzunk, gyerünk. Tudom, hogy morbid a hasonlat, de megértettem azt, hogy ez én dolgom nem az egyház építés, mert maximum fegyházat tudok építeni, hanem az a dolgom, hogy az embereket Jézushoz vezessem. Az a dolgom, hogy segítsek nekik tanítványán lenni. Majd Isten fogja az egyházát építeni. Nyugodj meg! Ő fel fog építeni. És az a Pukol kapu fognak diadalmaskodni. Ezzel szemben nagyon vált és nagyon frusztrált a mai kereszténység, mert azt mondjuk Jézusnak, hogy Uram tette tanítvány az embereket. Mi meg felépítjük a mi kicsi légvárunkat. És akkor csodálkozunk, hogy nem úgy működik, ahogy kellene. Aztán bosszankodunk, dühösek vagyunk, manipuláljuk. Még erre ki fog térni, hogy hogyan próbálják mi az gyülekezeteket befolyásolni nem isteni rend módszerekkel. Ezzel szemben, Jézus sokkal, de sokkal többet beszélt a mennyek országáról. Nem is, nem számoltam ezt nagyon sokszor. Kétszer beszélt az egyházról, és nagyon sokszor Isten országáról. Eljött Isten országa. Tehát Jézus hív, hova? Az Isten országába. Honnan? Hát mindjárt megnézzük. Előbb nézzük meg, hogy milyen az Isten országa. Az Úr Jézusban elérkezett erre a földre Isten országa az ő személyében megalakult Isten országa itt a Földön. Egész addig volt Izrael, meg volt sok minden, meg volt zsidó közösség, de Isten országa Jézus Krisztusban érkezett erre a Földre. Ő onnan jött ide. Onnan tette el a dicsőségét, és azt mondta, elhozom, megüresítem magam, és lekonvertálom, menj, dicsőségét, gazdagságát, értékeit lehozom ide erre a földre közétek. Egy ország nem lehet határos önmagával. Ahhoz, hogy határól beszéljünk, az minimum szükség van két országra. És ha Jézus eljött erre a földre, akkor belépett a sátán birodalmának a kellős közepébe. Van egy jó hírem, az evangélium ereje, hogy Isten országa nem egy steril, egy semleges közegben jelenik meg. Nem, a, nem itt jelenik meg, és azt mondja, hogy te ott vagy, gyere, onnan át ide. Hanem belép a te világodba, Isten országa, belép a sátán birodalmába, és azt formálja és alakítja át. A sötétség kezőpébe megy be. Mi szeretnénk úgy hogy Isten ország, hogy van egy ilyen, egy ilyen steril, külön világ, és ott van az ördög országa, és onnan át kell menni, nem ő belép ebbe az ország, a világba, a sátán és azt kezdi átalakítani. Ez az evangélium dicsőséges ereje. Fantasztikus. Amikor az evangélium átalakít, amikor belép a sötétségbe. Istenországa egészen más. Nagyon idegen nekünk. Amikor erről beszélek, akkor általában az emberek utópiának gondolják. Az egyik az, hogy Istenországa a szeretetre épül. Azt mondja a Biblia, Isten országa nem evés, ivás, hanem igazság, békesség és szentlek által való öröm. A Isten országa szent három kapcsolataira épül. A szent három kapcsolatén belül van tökéletes szeretet, tökéletes bizalom, tökéletes tisztelet, tökéletes megismerés és tökéletes engedelmesség önként vállalt engedelmesség. Az Atya szereti a fiút, az fiú szereti az Atyát, a Szentleg szereti a fiút, és dicsőíti a, 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 a fiút. A fiú dicsőíti az Atyát, mindegyik a másikat emeli fel, mindegyik a másikat szereti, mindegyik a másikat tiszteli, mindegyik ismeri a másikat, és mindegyik fölemeli a másikat, és mindegyik önként engedelmeskedik a másiknak. Ez már gicses, nem? Ugye gicses? El tudsz képzelni egy ilyen családot? Pedig azt mondta Isten, hogy ez a kapcsolat, mi van a mennyben, ez legyen meg hol? A házaspáros kapcsolatokban, nem? Mész a fiúhoz, az semmi, nézd meg az atyát. <laughs> Mész az atyához, az semmi, nézd meg a fiamat. Furcsa, ne? És nem azért engedelmeskedik a fiú az atyának, mert kisebb, hanem önként. A szent lélek sem az engedelmeskedik a fiúnak, mert kényszerítve van rá. Önként furcsa világ az Isten országa. Isten országában az a nagy, aki sokakat szolgál. Furcsa, ne? Isten országában az az erős, aki sokak terét hordoz, és a gyengét fölkarolja. ne? Ezt az országot hirdette meg Jézus. És hadd mondjam nektek, az ősből nem az édenkertben lett elkövetve, hanem a mennyben. A mennyországban egy valaki volt, aki feltette azt a két, hogy ki a nagyobb. Addig nem volt kérdés. Mert összeférhetetlen, inkompatibilis a mennyország az ördög gondolataival. Ki a nagyobb? Repült is. Nem is kellett repíteni, kidobta a rendszer magából. Úgy tudnám mondani nektek, hogy Isten országa kidobja magából azt, ami nem oda való. Nem fér össze. Nem lehet összeelegyíteni, összekeverni. Egyszer jött hozzám egy nagyon furcsa fiatal. Hát ilyet még senki nem kért tőlem. Imádkozunk az ördög lelki üdvéért, azt mondta. Hát mondom, drágám, te most nagyon meredeket kérsz tőlem. Hát ha Isten a szeretet, ő a szeretet, a megbocsátás, hát miért nem imádkoznák az ördög megtérését? Hát ez magas labda volt, nem tudtam rá mit mondani. Össze akarta békíteni mit? A sátán birodalmát Isten országú Nem lehet, Összeférhetetlen. Összeelegyíthetetlen. Amikor az ördög föltettek, és ők ki a nagyobb? Onnantól kezdve neki nem volt ott mit keresnie. És emlékeztek a tanítványok, már azt hiszik, hogy benne vannak az országban. És mit mondanak? Ki a nagyobb Isten országával? És azt mondja hogy Jézus, bocs, de nem vagytok ott? Kezdjük ott. Amíg ezen gondolkoztok, be se jutok. Mert arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, amennyi a királyság. És akkor oda az egy kicsi gyereket Jézus, azt mondja, hogy na nézzétek meg ezt a picit. Tehát, a kicsi, ott kicsi, gyerekről van szó, tehát nem kiskamasz, kicsi gyerek. El tud képzelni egy két éves kisgyerek, hogy állott a nagy tanítványok között, és én, milyen nagy ez a Péter, ez a Tamás, ez a János, néz rájuk fel, és azt mondja, gyereke, amíg nem így néztek föl egymásra, mint ez a kicsi néz rátok, addig Hát nem vagytok ott, bocs. Nagyok szeretnétek lenni egy országban, vagy be se jutottatok. Ez elég furcsa, nem? Nem vagytok ott, nem vagytok a polgárai. Mert ott ez nem kérdés. Maga kérdés elárul benneteket, hogy még nem léptetek be. A kérdés alapján dönti el Jézus, hogy még nagyon messze álltok tőle. Miért? Mert ez az ördög birodalmában igen fontos. Az ördög ország a félelemre épül. Az erőszakra, a kényszerre, a leuralásra. Az ördög országában az a nagy, akit sokan szolgálnak. Az ördög országában az a nagy, aki sokakat letapos, leigáz, az uralma láthat. Az ördög ország nagyon is a mafiához, a mindenki fél mindenkitől. Nem lehet tudni, hogy mikor ki szúr hátba, mikor lő, tarkon, mert nem tudod az, hogy ki az ellenség, ki, mit, mikor dob fel. mert erre épül, és az őrnek van két nagyon furcsa neve. Az egyik, hogy embergyilkos, a másik pedig hazugságnak az atya. Rettenetes az ördögország. Nem tudod, hogy mikor mondanak igazat. Tehát nem lehet eligazodni. Ez, ez, egy, ez egy állandó ilyen képlékeny amorf állapot, ahol mindenki fél és retteg. És azt mondja Jézus, hogy Na ebbe az országból gondolkodnak úgy, hogy ki a nagyobb. És Isten országa belép, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit leroncsa, elemeire, szétszedje, lebontsa. Ezért jelent meg az Isten fia. Belép, és átalakítja. És hogy megjelenik Isten országot, csodálatos dolgok történnek. Csak kettőt mondok nektek, biztos tíz tudtok tört, sok történetet. Uh, voltam Kárpát nemrég, egy ifjúsági evangelizáció Csongoro Májusban 8 fok volt, majd megfagytunk. Kinn a sportpályán 1500 fiatal didergett a foszni deszkákon, és a házigazdám a helyi nyugdíjas református lelkipásztor volt. Egy hatalmas nagy iszákos mentő missziót épített fel ez az ember. Tudjátok, mi a csodálatos ebbe a szolgálatban? hogy van, hogy száz embert is gondoznak három hétig ebbe az ingatlanba, és etetik őket. És azt mondta Sámuel, ebben az épületben a magyar kormánynak nincs egy fullérese. Ezt a gyógyult alkoholisták tizedéből építettük föl. Mi ez, ha nem az Isten országa? Ugye milyen szép? A megszabadult alkoholisták tízedéből építették föl ezt a szolgálatot, és megy tovább terjed Isten Egy hete Brassóba voltam, és eléggé álmatag leült gyülekezettel találkoztam, de van ott a környéken egy négy falu nevű település, összenőtt négy falu, egy kis városa, és egyik régi barátom oda hívták meg gyülekezetplánt, és elmondta nekem Sámuel, nem nyíltak az ajtók sehogy se. Elfáradtam, megkeseredtem, autóstoppa jöttem ki, fáztam, imádkoztam az utcákon, beszélgettem emberekkel. És az első dolog, ami akkor történt, mikor befogadott engem, hogy mozgássérült néni az otthonába. Most van egy 40 tagú mozgássérült gyülekezet. És azt mondja, hogy nem fogadták az evangéliumot ezek a nagy büszke csángók, de mozgássérültjék, fogadták. Na csak hogy most nem a Hát azok mind van egy egészséges család. Egészséges család, ugye? És most már kezdek megtérni az egészségesek is, és elmentem ez a barátomhoz vacsorázni, gondoltam, hogy hát kilenckor vége van, majd fél tízkor vacsorálunk. De hogy tizenegykor vacsoráztunk, két óra kellett, még hazavittük a, a mozgást, mindenkit a maga házába lepakoltuk, minden, majd utána aztán, hogy éjjel egyik kettőig beszélgettünk, úgyhogy egészen más időbeosztás van ott Isten országában, abban a világban. Olyan szép látni, de hát tudná itt, ö, mesélni itt nektek, itt vannak többen, akik a börtönmisszióról tudnának mesélni. és a gyülekezetben az egyik legáldottabb fiatal, amit ajándékba kaptam, semmit nem tettem, érte? Váci börtönben megtért. És írt nekem levelet, képzeld el. Jó másfél éve, áprilisban írt a leveleket a Bruder Gergő. Hogy megtértem, és kecskeméti vagyok, és szeretnék hazamenni, és járni a gyülekezetben. Hát mondom, honnan ismersz minket? Ne foglalkozta az, hogy megírta. Aztán azt az hogy küldtenek ma a traktátusokat, hogy missziózzak. Jó kis lecke, nem? <laughs> Tehát a váci börtönből kapja a baptista lelki Pásztor az evangéliumi traktátust, ami ott áll a polcodon, tudod? Jó kis baptista lelki ott áll a polcodon, és azt mondja, hogy szeretnénk neked küldni íratmissziós anyagot, hogy hirdesd az evangéliumot. Érdekes világ, nem? Mikor Isten egy börtönből ébreszt fel engem, és azt mondja, koma, valami nincs rendben állat. Meg kell újulnod. És akkor kijön az a fiú, és látom, hogy, hogy, hogy egy kész embert kaptam. Mikor járt a barátkozókra, úgy ismert a Bibliát, hogy hát mondom, te teológián volt, te nem a börtönbe. Hát nem volt időm olvasni. De mondom, honnan ismered a baptistákat? Elolvastam az arándok gyüleket, van nekünk könyvtárunk úgy ismert az egyház történelmet, hogy becsületére válna sok, <laughs> sok lelki munkásnak. Benne a börtönbe, Istenországa. Még egyszer mondom, a sátán birodalmának a közepén jelenik meg Isten és azt alakítja át. Jézus belép oda, és onnan hív bennünket ki. Miért beszélek erről annyit? Azért, mert úgy érzem, hogy ma ezt kell megértened, hogy Isten hív téged a sátán birodalmából, a sátán országából, az ő országába. Olyan szépen mondja Pál, hogy átvitt minket a sötétség birodalmából, az ő szeretet fiának országába. Figyeled, nem azt mondja a világból a gyülekezetbe, nem azt mondja világból az egyházba, hanem a sötétség birodalmából az ő szeretet fiának országába. És nekem annyira vágyam az, hogy nektek ne egyház identitásotok legyen, hanem Krisztus identitásotok. Olyan rossz, amikor az emberek beírik ennél kevesebbel. És higgyétek kell, könnyebb egyház identitásra szertenni, mint Krisztus identitásra szertenni. Meghív minket Jézus, hogy menjünk át a sötétség birodalmából az ő szeretet fiának az országába. És ezt úgy teszi, hogy az életedben meg lesz az akarata. A mi olyan szépen mondja, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarat. Hol van Isten országa? Nagyon egyszerű. Hol megvan az ő akarata. Ha az életedben meg lesz Isten akarata, te leszel egy kis zsebkendőnyi terület Isten országának, nem? ha a családomban megvan Isten akarata, akkor már egy kicsi nagyobb zsebkendő, az már egy asztalterítő. <laughs> ha egy gyülekezetben megvan Isten akarata, akkor mi lesz? Még nagyobb terület. És lehet, hogy fájni fog, nem mindig egyenlő a gyülekezet Isten országával. Ne. Szeretnék egyenlőség tenni a kettő között, nem így van. Egy gyülekezetben akkor van Isten országa, mikor Isten akarata van meg. Erre mondok nektek Jézusbeli példát. A zsidók úgy hitték, hogy mikor elmennek a zsinagógába, ott tényleg hol vannak? Hát az Isten jelenléti benne. Mikor derült ki, hogy nem ott vannak? Mikor bement Jézus a zsinagógába? Akár még zsinagógő történetet nézed meg, ott mindig van hogy botrány van. Tehát belecsap a lecsóba Jézus, a közepébe, és azt mondja, gyerekek, itt nem az történik. Mi történik, amikor meglék a zsinagógában Isten országa? A gőnyet hátul néni, mit történik? Ki egyenesedik? 18 éve így ment a zsinagógába, érted így? Senkit nem zavart. Hát ő a pupos néni. Megvan a szerep. Le van osztva. De amikor Isten országa megjelenik az egyházban, akkor ott elkezd történni valami. Az evangélium történik. Ez Isten evangéliumának a kezdete, mondja már. És utána elkezd valami történni. amere megy Jézus, Isten országa megjelenik, és átalakítja sátán birodalmát. Néha gyülekezetet is át kell alakítja. Az egyházat is át kell gyújra Isten, mikor belép. Bemegy, ott van egy sorvatkezű férfi. Senkit nem zavar, csak Jézust. Ki is szúrja egyből. És azt mondja, hogy állj -e középre kérdi, szabad-e szombat a jótva rosszat tenni, gyógyítani? És mit mondanak? Semmit. Volt véleményük? Volt? Volt. Miért nem merték kimondani? Úgy hívják őket hatalmi konzervatívok. A hatalom, mánia, jó, többet jelent. Mi lesz, hogyha meg kell alaszkodni? Mi lesz, ha azt kell mondani, hogy igen, szabad. De nem merem kimondani, mert mit fog mondani a, a másik? Tudjátok, nincs annál szánalmasabb, egy gyülekezetben, egy egyházban, egy zsinagógában, egy egyházi közösségben behozzuk az ördög bírodalmának az eszköztárát. Az rettenetes. Én elég sok gyülekezetben megfordultam már. Volt olyan nehéz áporodott levegő volt, az emberek féltek egymástól, rettegtek egymástól, ki mit gondol? Már rég nem rosszult a történet, amiről Attilait beszélt. Attila arról beszélt, hogy a mester itt van, és hív téged. Ki van itt? A mester. Én tudom, miről beszélek. Mikor már megláttam X testvér tarkóját, már így járt a gyomrom. Liftezett. Miért? Mert behozzuk az ördög módszertanát. És hadd mondjam nektek, az egyházban mindig keveredik Isten országa és a sátán eszköztára. Nagyon vigyázni kell erre. Félelem, kényszer, leuralás, megfélemlítés. Emlékeztek, miről beszéltem? Ez nem. Ez nem az Isten eszköztára. Persze tudom, hogy szentfélem támad, akkor, mikor Annán és Safira tehát Nehogy azt higgyétek, hogy most így át akarok lenni a ló túloldalára, de látottok kell azt, hogy nagyon sokszor kísért minket, hogy behozzuk ezeket az elemeket a gyülekezetbe. Olyan jó az, amikor a gyülekezetben történik az evangélium. Történik az evangélium. Szeretnék tovább menni, és arról beszélnek hogy biztos ismeritek, van egy régi, széles és keskenyú ábrázolás. Ismerős? Nekem ismerős. És picit arról beszél, hogy mekkorát változott a világ. Ez a modern korban, vagy még azelőtt született kép, a széles és a keskeny útra. Emlékszem, a széles útra az volt írva, hogy Isten hozott. <laughs> Emlékeztek? Széles út, gyilkolják egymást az emberek, bálterem, isznak, lopnak, csalnak. Még a vasút is oda volt rajzolva, emlékszem a végén. a gond abban az időben még az is van, ami bűnösnek számított. A gőzmozdony, hát mit tudom, ami hozza a világot. Be. Tehát nagyon érdekes lehetett az egész. És emlékszem arra, hogy volt egy másik, egy kicsi szűk kapu, egy kereszt, és ott egy nagyon szép kis romantikus ösvény. A megy föl a hegyekre. Hát, hogy mondjam nektek, nekem ez nagyon tetszik, még szeretek egy évket mászni. Csak van egy probléma, hogy arra jöttem rá, hogy az életben ez egyáltalán nem így működik. A most elég sokan megtértek fiatal családok, házaspárok. Most indítottam be a 12. kis csoportot a gyülekezetbe, és ha a legnagyobb örömük, a köztük lehetek, friss hívők, keresők ott vannak. És kérdem tőletek, hogy mióta megtértetek? Hogy érzitek magatokat a bőrötökben? Meg milyen ez a világ? Hát mondták, ez olyan tudod, mint az ember bemegy az autópályára az irány ellentétesen. Pálhegyi Ferenc azt mondta, hogy a keskeny a széles út közepén megy csak ellenkező irányba. Hát nagyon egyszerűen egy ilyen kis romantikus ösvényen vándorolgatnám mi föl a mennybe. Olyan szép lenne, nem? Olyan idilli elkülönülve, elszeparálva a világtól, hermetikusan, majd másik felé arra fog szólni, hogy túl messze vagyunk a világtól, és azért nem tudjuk megváltoztatni. Nagyon messze vagyunk tőle. És olyan érdekes, hogy, hogy a széles út közepén, csak ellenkező irányba. Ez olyan, mint hogyha Pesten csúcsforgalba lemenne a metró és jön el a tömeg, te meg rálépne a mozgó lépcső, és elindul te süsű, hát hülye vagy. Hát miért, mit csinálsz? Miért jössz te velünk szembe? és te tudod, hogy te vagy a normális. Ugye? Furcsa, nem? És hadd mondjam nektek, nagyon szélsőséges képeket használok, de szeretném, hogyha megértenétek azt, hogy tudom, hogy hol éltek. Nekem is vannak gyerekek, iskolába járnak. Na, szóval, hogy mondjam, lelki embereket. Kilenc éves kislány mondja el, hogy már pornográfiával találkozott. Szóval érdekes dolgokat találkozok ma. A mai társadalomban. Elég furcsa kificem világ. És ebbe az évi világban azt mondja Isten, hogy fordulj meg és indulj ellenkező irányba. Ezzel csak azt akartam mondani. Isten országa megint az ördög birodalmába jelenik meg, azt változtatja meg, átformálja. Ott jelenik meg. És nem azt kérem, hogy vetke őket a világból, nem azt kérem, hogy őriz meg őket a, a gonosztól. Ott, a sátán birodalmának a közepén. Ez az első fele, de a második fel sokkal rövidebb lesz, már mint a szolgálatnak. Hogy, 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 lássátok világosan, tisztán ezt a képet. És az a kérdésem, találkoztál Jézusa, mint Isten fiával? Találkoztál az birodalmával? Tudod milyen? Beléptél az országába? Valóban rajta keresztül lehet menni, ő az ajtó, ő az út. Nincs más lehetőség, csak rajta keresztül lehet átlépni. Tehát hív minket az Isten. Szeretnék most még zsákutcákról szólni. Úgy hiszem, hogy ma Isten nem csak a világból szeretne minket hívni, a sátán birodalmából, az országába, hanem ki szeretne minket hívni a hitéletünk zsákutcáiból is azt tapasztalom, hogy az ördögnek nagyon rafinált, és ha megtér valaki, akkor megpróbál minket jó mélyen belevinni egy zsákutcába. Tudod, miért jó, rossz ez? Mert míg belemész, rengeteg idő telik el, mikor rájössz, hogy ez nem út, akkor is idő kell, és mi kijössz, addig is idő telik el, és az az idő ki ideje. Hát az életed telik el. És az ördög így helyez nagyon sok hívembert parkoló pályára. Túl sok zsákutcába téved hívvel találkoztam már akit nem tudott Isten használni, mert ott, hogy mondjam, dekkol egy-egy ilyen zsákutcába. Tehát az ördögnek az a cél, ha már megtértél, újjászülettél, megismerted Isten kegyelmét, szeretetét, akkor ha lehet, belevigyen téged egy ilyen zsákutcába. Néhányat említek meg nektek, teljeség igénye nélkül. A közösségi kereszténység vagy hit szája főleg a lelkileg sérült embereknek nagyon-nagyon sokat jelent mi a gyülekezet, mert nincs családjuk. Egyre több olyan tér meg ma az egyházba, kérdeztem az egyiket, van apukád, van, de haragba vagyunk, van anyukád, van, de haragba vagyunk, van lányod, van, de haragba vagyunk, van gyereked, van, van de, de haragba vagyunk. Van minden, és mégis hogy van? Egyedül. Ideg a kísért át hozzánk egy katolikus néni. Azt mondta nekem, hogy drágám, mi nem tudtunk rajta segíteni, elhoztam hozzátok, csináltok vele valamit. Na most, miről szól a történet? Egy, egy idegileg összeomlott ember a hajléktalanság szélén, és akkor megtér neki, mi a gyülekezet? Egyetlen családja és otthona. És el kell döntsük azt, hogy itt megőrizzük ebbe a nagyon jó inkubátoros állapotba, vagy elkezdjük őt rávenni, arra, hogy ti, akkor most látogassuk meg az anyukádat, az apukádat, a lányodat. Próbáljuk meg ezeket a kapcsolatokat rendezni és gyógyítani, mert külön egy örök infantilis gyerek marad itt a gyülekezet, de soha nem fogsz felnőni. És hadd nektek, az ilyen emberek számára borzasztóan fontos a közösség. Mi hiszünk, minket szeret az Isten. Mi itt olyan jól vagyunk. És számára az ügyeket egyetlen menedék. Tehát úgy ére magát ebben a világ, hogy ez egy gonosz világ. Rettenetes világ. De van egy hely, ahol én jól érzem magam, az mi? A gyülekezet. Ott megpihenhetek. Ott csodálatos. És igazából kialakul benne egy ilyen közösségi hit. Addig, míg ott vannak a testvérek mellette, addig, ameddig van gyülekezet, addig biztonságban érzi magát, addig erősnek érzi magát, de mikor onnan kilép, akkor borzasztóan elveszettnek, elesetnek érzi magát. Éppen ezért egyik zsákut szája a megtérteknek az, hogy itt dekkolnak ebben, a, ebben az állapotban, és nem tudja őket Isten használni. Közösségi hit. A tanítványoknak ez volt. Egész pünkösdik közösségi hitük volt. Elhívta őket Jézus, Náluk fordítva történt. Előbb lettek tanítványok, és utána születtek újjá. De újjá születtek pünkösök, egész biztos. Összeállt a mozaik a fejükbe. De előbb elkezdték Jézus követni. És később állt és ott van Tamás. Megint volt egy közösségém, láttuk az Urat. Megjelent nekünk. És mondják Tamás, és mit mond Tamás? Nem hiszem el. Amíg ez nem fog személyessé válni. Hadd mondjam nektek, a, a közösségi hitet Isten mindig porrá szokta zúzni, mielőtt megszületne az igazán mély személyes hit és bizonyosság. És ne fáj, fájni fog, de el kell mondjam. Törvényszerű, hogy a közösségi hitélményünknek el kell tűnni, mindig krizis által születik meg. Tamás magára marad. Milyen furcsa? ahol elveszik a tanítványok hite, ott születik meg a római százas hite. Amikor jönnek a tanítványok, hogy találkoztunk Jézussal, nem hiszem, még meg nem látom. És belőtt Tamás egy nagyon nehéz krízisbe, amikor a közösségi hittől és élménytől el kell jutni a személyes hitig, a személyes tapasztalatig. A személyes gyógyulás. És mit mond Jézus? Hozd ide a kezedet, az ujjadat, mert mire van szükség az embereknek? Gyógyulásra. Békesség, büntetés rajta volt, és hol gyógyul meg a, az ember? Az ő sebeiben. Jézusnak a személyigazolványa az nem más, mint az öt sebe. Ez. Ez a személyigazolványa. És akkor Tamás ezt meglátja, akkor meggyógyul. Akkor megszületik egy nagyon mély identitás és hit. És ugye vagytok itt olyanok, aki ilyen krizisben vagytok, úgy szeretném, hogyha megértenétek. Akkor születik meg az igazán mély személyes hét, amikor meglátod a te bűneidnek az örökké voló következményét. Jézus sebeiben. Itt van egy nagyon bocsánat, misztikus dolog ebben az igében. Jézus az új ember, nem? A feltámadtok közül az első zsenge. Nem? Ő az. És azt most a Bibliában, hogy egy új, új, teremtés. És nem hatt itt a testét, hanem azzal ment a mennybe. És ő a garancia, hogy nekem is lesz öntestet, meg neked is lesz olyan tested. De azt várja, hogy ez a test milyen legyen. Milyen? Tökéletes, nem? Ezt is mondja a Biblia, hogy olyan lesz. Egyetlen egy kivétel. Valamit sánti. Tudjátok, hogy mi? Hogy Jézus megdicsült testén mi van? nem tökéletes. Nemrég a megbocsátásról tanítottam, és volt egy olyan mondat, hogy a megbocsátás egy döntés, hogy együtt élek más bűnének a következményeivel. Pál azt mondja, betöltöm, hogy híje van Krisztus szenvedés. Nem kell az hozzátenni semmit a megváltáshoz, de mikor megbocsátasz, akkor együtt élsz egy sebbel amit más okozott neked. És amikor Jézus megbocsát nekünk, az örök hogy mikor hódol a menny? Mikor Jézus nem a fejlóban jelenik meg, meg a kard ki a ugye, tudjátok, mikor hódol a menny? Mikor úgy jelenik meg, mint a megöletett bárány, akkor az egész menny térdre borul. Mert az örökkévaló Isten egy örökkévalóságon át hordozza méltósággal ami bűnein bűneink következményét. És ott meg lehet gyógyulni, el lehet jutni a személyes hitre. A közösségi hittől a személyes hithez. A másik zsákutca pont ennek az ellenk, az öntörvényű keresztjén. Ezek mind lelkisérzsből fakadó dolgok. Vannak ember, akik ilyen szeretnék ilyen lenni. Nekik semmi sem jó. Pontosabban mindig az, amit ők úgy gondolnak. Rettenetes, nehéz gyülekezetet pásztorolni, meg építeni úgy, hogy mindenki jót akar, de mindenki maga módjá. Jó. Attila, nagyon mosolyog. Nagyon nehéz. Én így akarom. Emlékszem, apukám nagybányám volt lelkipásztor, a drága sokféle gyülekezetbe az iparosodás során beköltöztek a testvérek városra dolgozni. Mindenféle gyülekezetből, Szilágy megyéből. És mindenki hozta maga kicsi szubkultúráját. És meg volt győző, az a jó. És az úgy kell csinálni. És csak úgy lehet csinálni. És annyit kellett volna tanítani, hogy fogadjátok be egymást. Annyira fáj, mikor látom, hogy gyülekezek nagyokat nyelnek a bűnfelet, de nem tudják befogadni a másik neveltetését, hátterét, stílusát. Én egy olyan tarkabarka gyüleketnek vagyok a lelki pásztora. Ott van minden. Pünkösdi hátterű, hídgyüleket hátterű, őskeresztjén, nazarénus, kapaszkodj meg, mondjak még szépet. Ó, ó utca. Hát ránézek, mindig is látom, hol született. Csak énekelni kell az egyik ugrik szét, dobja szét az öröm. A másik... Az egyiknek adsz egy Bibliát, elvonulna vele a sivatag egész nap egyedül. A másik csak akkor érzi magát, hogyha négyen ott nyűrögnek körülötte. És be kell fogadnunk egymást. És nem azt mondod, hogy de az a jó, amit én csinálok. Pap Géza meg kell tanulni örülni, Pergezsről meg kell tanulni meditálni, a Bibliával egyedül lenni az Istenne. Meg kell tanulni egymást, be kell fogadni egymást. Vannak az öntörvényük keresztjének. Tudjátok, ott a korintusban azok voltak, hogy én Krisztusé. Gyerekek, ti még ilyen maradiak vagytok, hogy én Pália Apodrósé, Én Krisztusé. Privát online kapcsolatom az Istenne. Hát mi az, hogy itt ilyen, ilyen emberektől függünk? És általában az ilyen emberek előbb-utóbb addig nem nyugszanak, míg nem lesz saját gyülekezetük. Ad még jó is lenne. <laughs> Csak mivel rossz a motiváció, szana szét fog szagan az a gyülekezet is. Mert azt fogják tovább az öntörvényűséget. Azzal fognak tanítványozni. Nem azt tudom át, amit a számom mondom, hanem, hogy élek. Öntörvényi hívő. Mondok egy másikat. Kisbaltás keresztjén. Van belőlük bőven. Általában a kezdő a gyermek betegsége, a kisbaltás, előbb újjogunk a kegyelemnek, megtértünk, és úgy megnyílik a szemünk arra, hogy hoppá, hát ezek a testvérek, akik közlek, nem tökéletesek. Hát meg kell őket egy kicsit regulázni, meg kell Hát van nekünk sablonunk, ugye? És felálltunk sablonokat a gyülekező, milyennek kell lenni egy minta baptista évőnek, ugye? És azt mondjuk, hogy én levágom rólad, ami ott kilóg a sablomból. Csak tudod, hogy mi a baj a kis baltársa? Elmondom, meg fogod érteni. Mikor Dávid védkezett, elment Nátánhoz, emlékeztek? Mondott egy sztorit. Ki mondta ki azt, hogy védkeztem? Nátán vagy Dávid? Dávid. Na, ilyen a nem kis baltárs hogy úgy tud szembesteni hibáiddal, hogy te mondott kivétkeztem. Nekem volt egy lelki atyám Erdében. Na ő tudott ilyet. Már nem él. De emlékszem arra, hogy friss, zöld fölő, lelkipásztorként éltem az életem, és elmentem hozzá panaszkodni. Mert sok panaszom volt. Aztán egyszer csak úgy leült, és elkezdett sírva beszélni a bűneiről meg a hibáiról. És egyszer, hé, ez rólam beszél. Hát ez nem magáról beszél, ez rólam. Tudod, Sáműk, én fiatal lelkipász és elmondott egy sztorit. És pont rólam szólt. De ő magáról beszélt. És nem azt mondta, hogy védkeztél, Sámu el, hanem ő elmondta, hogy én védkeztem, és utána oda sorakoztam mellé, hogy testfér, de én is védkeztem. Tehát ez az a különbség, amikor nem mi akarunk szendet faragni egymásban, nekem nem lesz jó vége. Abbú vérfürdő lesz. Sok ilyen vérfürdő van gyülekezetekben. Nem, amikor ő a lélek dolgozik. Mert ha én mondom meg a bűnödet, csak dacolni fogsz, megkeményen, velem fogsz vitatkozni, de Isten mutatja meg a bűnödet, akkor hát egy kicsit másos a csoport, tudod. Vele lehet vitatkozni, csak nem érdemes. És olyan érdekes látni, hogy Dávid azt mondja, védkeztem, és meg tud térni. Ez eszembe Saul, mi ezt tér meg? A király pozícióhoz nem a bűnből akar megtérni. Jaj, 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 ha az az ára, hogy nem lettek kire, akkor védkeztem. Akkor már védkeztem. És ragaszkodik valamihez. Nem az Istenhez tér meg, hanem mihez? Egy pozícióhoz. Olyan szépen mondja Isten égi, ha meg akarsz térni Izrael, hogy folytatodik? Hozzám tér meg. Ha eltávolod föltemes bálványidat, ne ingad. Lehet máshova megtérni, mint Istenhez? Olyan jó. Tudjátok, hogy meg, mekkora teher az rajtam, hogy, és nagyon szókimondó leszek, hogy a világi módszerek bejönnek a gyülekezetekbe. Vannak népszerű lelki pásztorok. Tudjátok, ez egy nagy teher, és nagy kísértés nekem. Mert vagy népszerű lettem egy időben elkezdtem folyamatosan visszafaragni a meghívásaimat. Eldöntöttem, hogy nem megyek ki, nem kell nekem minden ifjúsági konferenciára menni. Akkor értettem meg, amit Attila mondott nekem, mikor még talógus voltam, hogy eldöntött azt, hogy fél évig, egy évig nem megy sehol. Nem értem. Hogy mondhat ilyet? És később értettem meg, hogy miért. Mert az ember ki tud égni és felszínesé tud válni. Meg lehet térni egy igéhirdetőhöz, meg lehet térni egy jó, szép prédikációhoz, meg lehet térni egy közösséghez, meg lehet térni a zenéhez, Emlékszem, a gyülekezmény egyszer valaki nagyon méresüljet, el akart válni. És annyira el akart válni, muszáj volt a gyülekezli vigyám. Nem volt ott ilyen kizárás. El sem mert szégyenébe jönni. Mondom, testvérek, ki kezdett az ördög két családot a gyülekezményben? Nem fogunk mit szavazni. Bőtölni és imádkozni fogunk. Mi az, hogy szavazunk, hogy kizárjuk, nem zárjuk. Imádkozni és bőtölni kell most a gyülekezet keservesen sét az Isten jelenlétében. Nem voltak a barátkozók, és nálunk a tőlekéző tanácskozásokon belletnek a nem Semmi titkolni valunk nincs. És oden hozzám egy asszony, azt mondja, most ülte ebben, hogy csatlakozok hozzátok. Mondom, hogy? Akarok egy gyülekezet tagja hogy ennyire szeretik a bűnöst, miközben nem szeretik a bűnt. Elkezdett ülni az asszony az imáházba egy idő után. Láttam, mert nagyon szerette a zenét. Énekelt örömmel. Hallgatta az ígét néha gyanakva, nézett rám, hogy vajon nem célozgatok rá. És emlékszem, volt egy vasárnap, ott tudtam, hogy valami történt. Nem is tud sokáig, vagy hétfőn a fejűrcsám el kell menjek hozzá. Beült, és csak keservesen sírt. Azt most értem meg az Istenhez. De előtte ezt az ígét mondtam. Figyelj csak ide, ha meg akarsz térni, ki ezt ér meg? Istenhez. Nagy ülekezethez. mi megtérés. Még valami. A kisbaltás kereszténység nem csak a friss kísérti, hanem az ébredésnek a hordaléka. Erről beszélnem kell. Tudom azt, tudom, nagyon szeretik közvetek sokan az erdély ébredésnek a nyomait vizsgálni, járni hát erdélybe, sok kincset és értéket lehet hozni, én magam is ott születtem, kapaszkodjatok meg, Szilágy megyei vagyok, ott születtem, de nem ott nőttem fel. Csak én kicsit közelebbről láttam, mint ti, ezt az egész folyamatot. És láttam ennek nem csak a szép oldalait, hanem láttam a hordalékát is. És erről őszintén beszélni kell. Kiket használ Isten az ő munkába? Kiket? Hús, vér, embereket. Nem szenteheneket, hanem embereket. És nem lehet Isten szolgáiból szent tehenet csinálni. Mert mi fogjuk őket tönkretenni azzal, hogy szent tehenet csinálunk belőlük. Az ébredésnek megvoltak az eszközei. Fantasztikus emberek. Tisztelem őket, becsülöm őket. De ők is emberek voltak. Elkövették a maguk hibáit, és a szentleg kivonult az ébredésből. Erről nem szeretünk beszélni, de így történt. Na és akkor hogy meg a kisbalta? úgy jelnik meg, hogy mikor a szentleg kivonul az ébredésből, addig kiformált az embereket? A szent lélek. És mi besegítünk, és azt mondjuk, na nem baj. Akkor is olyan leszel, ha nincs lélek, mert hát olyan nincs, hogy engem Istenem használ. És a gyülekeztek mindig akkor lógnak át a törvénykezésbe. Van a liberalizmus, van az ébredés, aztán van a törvénykezés. Akkor lógnak át a törvénykezésbe, amikor a szentlek eltávozik a gyülekezettől, de mi szeretnénk fenntartani azt a látszatot, amit csak a szentlek tud elvégezni a gyülekezetbe. Ezt ki kellett mondjam, magyarul. Mert azt mondta Úr, hogy mondjam el nektek. Még egyszer mondom, nagyon tisztem ezeket az embereket, fantasztikus rúgóan használt őket Isten, de emberek ők is, mint ahogy én is, meg te is. És Isten addig tud használni, míg tudjuk azt, hogy annak ellenére munkálkodik az Isten, hogy ott vagyok, érted? Nem azért dolgozik, mert ott vagy, hanem annak ellenére dolgozik, hogy ott vagy. És ha ezt megtanulod, akkor megfogod látni Isten, milyen kegyelmes. Tudjátok, tudom, miről beszélek. Miben mérik majd egy Baptista pásztornak a teljesítményét, botamérők, hány bemerítés volt, mennyit nőtt a gyülekezet? Én úgy hiszem, hogy Isten méri. És mióta engem az úr arra hívott, hogy én nem s kapokat vadászok, hát mindig azzal kezdem, felejtsétek, hogy Baptista lelki pásztor vagyok. Egyszerű hív ember vagyok, akinek az a dolga, hogy segítsek neked megismerni Jézust. Tehát nem az a dolgom, hogy itt be, és ott kijön a, a tökéletes termék. Hanem az a dolgom, hogy megismerd Jézust. Megint tegyetek tanítványa minden népet. Az csak a slusszpoén, hogy 98 ig csatlakozik a gyülekezetünkhöz. De ez, lesz. De nem azért, mert én ezt tűztem ki célul. Már rég megszabított Istenettől. Rég elvette azt a kóros egyház identitásomat, és megajándékozott mivel? Krisztusi identitása. Fölszabadított erre. És most is sokféle felekezet vagyunk itt, jól tudom? Ugye? Vannak itt másolnak, metodista testvérek is. Milyen jó. Milyen jó. Erre fel, e felé, kell tartani. Jaj. Az úr legyen irgalmas hozzá. Megyek, még két gondolat, és aztán leállítom magam. A, a másik... Mét az irgalmat, de te időtök le. Jó, jó. jó. Oké. Okay. Hát még két dologról szólok. Zsákutca. Negye, a negyedik és ötödik zsákutca. A látszatok és a képmutatás. Hadd mondjam nektek, hogy nagyon sok hívő úgy gyalogol ebbe bele, hogy bekerül egy olyan gyülekezetből, úgy tűnik, hogy minden tökéletes. És hadd mondjam, néha mi hívők még rá is játszunk erre. Azt mondja Lawrence Krep, hogy nagyon sok hívő, bejön az imázba, olyan, mint a gyerek így nekilapítja a kirakatnak az orrát, és azt mondja, milyen szép, milyen csodás, milyen tökéletes, de én soha nem tudok olyan lenni. Érted? És az az érzésem, hogy a látszatok mindig látszatokat alakítnak ki. Az Úr Jézus nem tudom hányszor mondja azt, hogy jaj, 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 jaj. Volt egy igét, és az volt a cím, a legveszélyesebb bűn. Nem a pedofília, nem a gyilkosság, hanem a képmutatás annál rosszabb nincs. Mert még azt is el tud hogy megtértél. Nem tudsz megtérni se. Mindent meg tudunk csinálni. Na most a kimutatás hogy nő fel? Látom másoknak az életét. Azt hiszem, hogy ez milyen? Tökéletes. Megpróbálok olyan lenni. És rájövök, hogy nem tudok. És akkor két lehetősége van. Feljelentem magam, és azt mondom, nem megy. Nem vagyok tökéletes. Vagy a másik lehetőség, hogy úgy teszek, mint az lennék. Na és amikor elindul a gyülekez ez az úton, hát az nagyon veszélyes. Az nagyon veszélyes. Mindig mondom a barátkozóknak, a jó Isten őrizen meg benneteket, hogy megtanítok szépen imádkozni. Hogy megtanítok szépen viselkedni. Őrizen meg benneteket. Mert a kereszténység az nem látszatokról szól. Nem viselkedésről szól. Életről szól. És jelentst fel magad, elbuktam. Igen, jelentst fel magad, nincs semmi baj. Kedveseim, a gyülekezetben nem az a legnagyobb tragédia, hogyha valaki elbukik. Tudjátok, hogy mi? Amikor képtelené válik a változásra. Na, az a legnagyobb tragédia. Változatok el ti elmétek megújulása által. Agyagoztam kiskoromban, és adnak egy darab agyagot, a titka az, hogy addig gyúrod, míg puha lesz. És akkor lehet formálni. És a változás az erről A világ torzít, Isten melegít. A világ torzít, Isten melegít. És azt mondja Pál, hogy őrizd meg magad abban az állapotban, Isten formáljon. Nem az a legnagyobb tragédia, hogy elesel. Akármilyen cégéres bűnbestéle, amikor képtelen vagy a változásra. És hadd mondjam nektek, amikor elkezdjük a látszatokat építeni a gyülekezetbe, az maga halál. Hogy arra bíztatlak benneteket, hogy merjetek őszinték lenni. A kereszténység nem kirakat. Mondjátok ki, elbuktam, elestem, segíts, állj mellém. A végén kívül, hogy még ő is elbukott lehet. Legtöbb így szokott elindulni. Megvallottam valakinek a bűnöm, hát ő is vallottam már. És akkor elindult valami, egy jó folyamat ebben a kapcsolatban. És egy utolsó zsákutca, a rongybaba kereszténység. Uh, a kereszténység, vannak olyan emberek, főleg akik okult háttérből jönnek, a személyisüket a sátán szétdúlja, széttúrja. És uh, azok az emberek a gyülekezetben, akik uh, mindig várnak valamilyen mesiásra. Tehát uh, azt mondják, Istenem, változtos meg engem nélkülem. Jöjjön bányi János, és úzze ki az ördögöt. Csinálj velem valamit, Csinálj, valamit kezdjetek velem. Én tudom, hogy valamikor kikelőzni, tapasztaltam, láttam, láttam fölszob embereket a démoni fogságból, tudom, hogy milyen. És valamikor valakinek ennyire nincs saját személy, és még az adari megszállnak, hogy, hogy teljesen neki már nincs saját akarata, le van uralva. De Isten föl akar szabadítani arra, hogy visszaadja a méltóságodat, az akaratodat. Hogy tudj dönteni, és mikor valaki megszabad, az a dolga, hogy utána megtérjen, mert a megtérést azt nem veszi Istenki a kezedből. És olyan sok ilyen ronybaba keresztény van, aki lődörög egyik gyülekezben a másikba, és mindig várja a mesiásokat. Most te segíts, most te segíts, most ide megyek, most oda megyek. Ezek ilyen energiavámpír keresztjének, akik nem tudnak felnőni. Ronybaba, csuklik össze. Az Úr Jézus szabadság volt mondja Pál, álljatok meg ebbe a szabadságba. Ne engedjétek, hogy valaki újból az igába hajtsa nyakatokat, mondja Pál. És ez egy zsákutca. Ha netán fölismered magadban, hogy állandóan mástól függsz, máson lógsz, akkor ott valami nagy gyógyulásnak kell törtni az életedbe. Van egy ilyen asszony a gyülekezetünkben, apukája spiritista volt, anyukája minden nap verte. A boltba is a belépő az volt, hogy előre megvert, hogy ne kérjen semmit. És egy teljesen szétsúszott ember. És elmondta nekem, 40 éves asszony, 20 éves gyereké vannak, ha elmegyek anyám, hogy még mindig félek tőle. Még mindig rettegek. És úgy csimpaszkodik mindenki, mint mély hát a király palástjába. Úgy állandóan csimpaszkodik. És mondtam, tünde, Isten vissza akarja adni neked a női méltóságodat, amit a démonok széttúrtak, amiket az anyukád széttúrt. Vissza akarja adni, és szép lassan épül, és már azt a csodát is megértem, hogy ő segít másoknak. Pedig ronyvaba volt. Ő vezeti nálunk a ruhaturit. Azt látnod, hogy varón ő, a szeretete fogadja ott a jövőket, mindenkinek ígét mond, ígét ad, ruhát ad, átszabja, megvarja, és szolgál. És olyan döbbetes volt látni, hogy a megszabadult, egy darabig igen ronybaba volt. Állandóan valakin úgy csimpaszkodott, és mondtam, hogy Isten talpra akar téged állítani. Hát ez az ő zsákutcát szerettem úgy lehetek, megosztani, és már belem kaszáltam biztos a második tanításba is. Azt rövidebbre kell venni, rövidebbre vesszük. Akkor most énekeljünk, nem? Jó.